A kábítószer jelenléte felett nem lehet szemet hunyni, a legfontosabb a lakosság megfelelő tájékoztatása és a prevenciós előadások, amivel már a legfiatalabbakat is meg kell keresni. Ezért is fontos a települések életében a kábítószerügyi egyeztető fórum megléte. Itt lehetőség nyílik az információk megosztására, ami előre lendíti a drogproblémák kezelését, emelte ki Németh Tímea, a dombóvári KEF elnöke. Mai korban nem lehet az mellett szó nélkül elmenni, hogy a kábítószerfogyasztás egyre jobban elterjed a fiatalok és most már sajnos a gyermekkorúak körében is. Ezért a rendőrség kezdeményezésére, mivel már régebben is működött ilyen fórum Dombováron, újra felvettük ezt a szálat, és a mai napon 21 taggal megalakult a Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot magukénak érzik a helyi intézményvezetők és a környező települések polgármesterei is. Negyedévente rendezik meg üléseiket, ahol munkatervben határozzák meg a teendőket, de már most több ötlet is felmerült. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha előadások formájában, akár az óvodás korosztályt meg tudná szólítani ez a fórum, de természetesen az iskolásokra mindenképpen szeretnénk ezzel a dologgal fókuszálni, és hát nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ha már az iskolásokról, óvodásokról, a gyerekekről beszélünk, akkor ott van a másik oldal, a szülői oldal, ami azt gondolom, hogy ugyanaz a felelősség, és mindenféleképpen jó lenne őket is megszólítani. A Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum következő ülése 2022. január 2. felében lesz.